a szerepet azzal az emberrel fogod tudni föltölteni, aki te vagy, az ő élményeivel, az ő érzéseivel. Láttuk a Miklós. Néztem, hogy te jó Isten, itt áll a szememben. Egy az egy. Hogy is hívják azt a fene gyereket? Kire gondolom? Arra magyarra. Kinél olyan sokan akarnak szívni? Maradjanak csendben, kérem! Szemmelweis, doktor! Mit akar? Milyen embernek ismeri? Túl hirtelen ember, de talán ehhez kötődik az ő valahogy a jó tulajdonsága is, hogy nem számít az, hogy vele mi történik, hanem az számít, hogy amit lát, azt helyrehozza és megtalálja a hibát a gépezetben. És ez a kettő valahogy összekötődik, a jó és a rossz. Bármikor el tudta veszteni temperamentuma szerint újannyira a tulajdonságait, hogy gyakorlatilag átváltozott egy teljesen más ember. Úgyhogy reszkedtek tőle a bábák, az orvosok, mindenki kiállt az útjából. Mert csak az útján haladt, a kijelölt úton is, ha bármi keresztezte, arról nem volt hajlandó tudomást szerelni. Magyarul neki ment, akár úgy nekem, hogy fizikailag is neki ment bárkinek. Mint érdekli magát egy idegen nő gyereke? Nem tud aludni? Miért maga tud? 2-3 beteg hal meg naponta. Mindnyáján tudjuk, milyen kellemetlen alak. Inkább elhivatott. Kizártam 6 éves elméletet. És mennyi van még? 100. Lehet. Akkor kizárok még 99-et. Segítsen bebizonyítani az elméletemet. Bizonyítsa! De máshol! Az emberek többsége azt hiszi, hogy van a színész és van a szerepe, és akkor az egy teljesen különálló dolog, amit neked a forgatás alatt meg kell teremtened. De nem tudsz másból dolgozni, mint saját magad. Tehát a szerep igazából mindig te vagy. Ezért fontos a szerepválasztás, mert a szerepet azzal az emberrel fogod tudni föltölteni, aki te vagy, az ő élményeivel, az ő érzéseivel. És olyan lesz, mint te. És párhuzamosan te is olyan leszel, mint ő. És lesz egy ilyen furcsa elegy belőletek. Én szerintem én egy elég erős személyiség vagyok. Annak ellenére, hogy van bennem törékenység, meg én is tudok nagyon finom lenni, meg gyenge helyzetekben, de alapvetésében a kisugárzásom azért egy elég erőteljes. Mind a hangom, mind az arcom, mind a fellépésem hordozza ezt az erőt. És meg kellett tanulnom picit finomabbnak lennem ehhez a szerephez, vagy kicsit naívabbnak. Egyetlen egy feladat van, hogy minél inkább átéld a te szerepedet, amit kaptál, és ami ebben nehéz tud lenni, amikor egyrészt, ha történt olyan a karaktereddel, ami veled még nem. Tehát el kell játszani valami olyat, amit csak megközelíteni tudsz esetleg, az tud furcsa, diszkomfort érzet lenni. Vagy hogyha esetleg nem olyanok egy próbafolyamat vagy egy forgatás körülményei, hogy te az átélést meg tudjad teremteni magadban. Mert az a legnehezebb része. De ez a film, ez a Semmelweis, ennek olyan körülmények voltak az első naptól az utolsóig, hogy alkalmat adtak átélni a dolgokat. És mondjuk ez hónapokon keresztül egy ilyen élet és halállal küzdő embert átélni napról napra. Ha volt nehézség, akkor ez a lelki tussa hónapokon keresztül. Nem hasonlatosságot kerestem, mindenki azt hiszi, hogy Isten őriz, hogy a Semmelweis, hanem hogy benne legyen az a karizma, ami viszi és átsugárzik, nekem is, és a nézőnek különösen. Ugye a vászon kereszt nem lehet elmenni előle, a tekintete elő, szó szerint. És ezt Miklósnak tettünk egy ilyet kölcsönözni, egy ilyen csodálatos, az egész már nem is ismernék meg őt, majd a főben látja, nem ismerik, hogy ez az az ember. Igen, hogy egészen. És végig tudtuk tartani az egész filmen át a karakterét, és olyan sziklaszirádan, mondom, először, amikor megjelent így a haja, de akkor még szőke volt, és az is nagyon idegen volt a Semmelweistől, de egyszer behozott a ruhatervezőnőnk, aki a Szakás György, aki egyik legismertebb, behozott egy otthon őrzött ruhát a korból. Neki rengeteg ilyen csodája van. És ráadtuk a Miklós. Néztem, hogy te jó Isten, hogy itt áll a Semmelweis. Egy az egy. És azt mondta nekem utána Miklós, hogy tanár úr, mert mondom, hogy vedd le, és akkor csinálj, ne, hadd maradjon rajtam. Annyira jól érzem, annyira jó benne, annyira kölcsönöz neki egy újfajta egyéniséget. És ez lesz a Semmelweis. Ott állt előttem a Semmelweis. Csoda volt.
lenni valaminek.